És hadd vessek fel önöknek egy tipikus a mi hazánkos ötletet, ami szerencsére nem hangzott el más pártok részéről. Egyenlőre azt mondom, hogy csak vita jelleggel, vagy vita indító jelleggel dobnám ezt be, és akkor kicsit az elfogultságomtól függetlenül a futballtól lépjünk el kettővel, hárommal arrébb. Térjünk át a küzdősportok világába, amelyekről szintén kevés szó esett is itt, és azt látom, hogy sajnos az olimpiai szereplések alkalmával, vagy az olimpiai eredményeket szemlélve az utóbbi időben van egy jelentős visszaesés. Azért gondoljunk arra vissza, vagy gondoljunk abba bele, hogy mondjuk az elmúlt 20 vagy 30 évben ökölvívásban, birkózásban, cselgáncsban milyen eredményeket értünk el. Nem egy, nem két olimpiai aranyérmet szereztünk. Ugyanakkor mostanában valahogy ezek a tehetségek, bár biztos, hogy rengeteg tehetséges fiatal van, vagy tehetséges gyermek, valahogy itt az utánpótlás emelés megakadt, valami nem működik, vagy valami rosszul működik. Valahol ott a Kókó és Madár környékén megszakadt az ökölvívásban is valami, holott mondjuk a magyarság a lélekszámához képest kiváló küzdősportolókat nevelt ki. Most valahogy ez nem igazán működik olyan szinten, mint korábban. Éppen ezért kérem, fontolják meg, hogy a TAO támogatási rendszerét kiterjesztik a küzdősportokra, akár egyébként az előbb említett körtől tágabban is, tehát nem csak az ökölvívásra, a birkózásra vagy a cselgáncsra, hanem más olyan küzdősportokra, amelyekben olimpián nem is, de mondjuk Európa és világbajnokságokon érünk el komoly eredményeket. Ezek nem annyira kerülnek az érdeklődés homlokterében, nagyon kevés szó esik erről, általában lábjegyzetként jelenik meg a hírekben is, sokszor méltatlanul, hiszen tisztelt képviselőtársaim, aki legalább néhány edzésen, ilyen jellegű edzésen részt vett, azt tudja, hogy egy nagyon kemény ember próbáló bármelyik sportág is egyébként a felsoroltak közül, és kifejezetten intelligens. Az elmét is pallírozó sport valamely, az összes. Nagyon sajnálom, hogy az utóbbi időben olimpiai szinten visszaesést tapasztalunk, és hogyha már a TAO támogatások megjelenése azért mégiscsak hozott pozitív, kétségkívül pozitív fejleményeket a labdarúgásban, akkor okkal feltételezhetjük, hogyha jelentősebb anyagi erőforrások megjelennek a küzdősportokban, amelyek egyébként azért a hazafias nevelésben, akár a honvédelmi képességek fejlesztésében, meg egyáltalán az egészségfejlesztés, az egészségvédelemben fontos szerepet játszhatnak, nagyon jótékony hatása lenne, csak valahogy ugye feledés homályába merültek, nem foglalkozik ezzel senki semmi. A mi hazánknak ez is feltűnt, úgyhogy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha mélyen elgondolkoznának ezen. Ezt lehet akár kísérleti jelleggel, fékezethabzással, én szerintem minimális, ha úgy tetszik, tőkebefektetéssel vagy anyagi források ráfordításával el tudnánk itt nagyon komoly eredményeket is érni. Azzal együtt, hogy tisztában kell azzal lenni, hogy valószínűleg belátható időn belül ezek soha nem lesznek annyira piacképes sportágok, mint mondjuk a labdarúgás vagy más labdasportok, de azért egy cseppet sem jelentéktelen, és inkább tömegsport jelleggel cseppet sem jelentéktelen érdeklődés van egyébként a társadalomban ezen sportágok iránt. Na de hát azért az anyagiak szinte mindennek gátat szabnak, tehát amíg csillivili stadionokra szinte korlátlanul jutnak források, addig vidéken vagy nagyobb városban ahhoz képest töredékpénzből berendezhető edzőtermek csak nagyon nehezen tudnak működni, hiszen mostoha gyermekként kezeli ezeket a magyar kormány. Úgyhogy én azt javaslom önöknek, így egy innovatív javaslatként, hogy fontolják meg ennek a bevezetését, akár már a 2024-es, vagy legkésőbb a 2025-ös költségvetésbe érdemes is lenne ezt beépíteni, illetve a vonatkozó törvényeket a módosítás során ebbe az irányba lenne érdemes terelni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!